magyar tőzsde közel van. A parketten hazai cégek magyarul beszélő papírjai várják, hogy megszólítsd őket. Légy szinkronban befektetéseiddel. Színes, széles vásznú magyarul beszélő tőzsde blokk a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT. Keresd a hazait, keresd a hazaival. Vágó Attila, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzője a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Arra szeretnénk kérni, hogy tegyük egy picit rázzuk gatyába ezt a Cikpannoniánál volt egy ilyen tőkeszerkezet átalakításnak is lehet mondani, hogy a főszereplője egy ilyen kamatozó részvény, ami először úgy nézett ki, hogy van egy ilyen higító hatása, de aztán ez sikerült tompítani tőkeleszállítással. Nézzük meg, hogy mi történik itt ilyenkor, kezdve azzal, hogy mi is az a kamatozó részvény, akinek esetleg nem túl ismerős ez a pénzügyi eszköz, az is tisztálásom. Ugye a kamatozó részvény, hogy a végével kezdjem, az nagyon egyszerű, gyakorlatilag egy lejárat nélküli kötvényként lehet felfogni. Uh-huh. A társaság mindig fizet a névleges kamatlábnak megfelelő mértékű kamatot a részvények után a névértékre vetítve. Ezt a társaság dönti el, hogy ez a kamat ez mekkora. Általában az adózott eredményből szokták fizetni, és még a rendes osztalék kifizetése előtt. Az éves szinten a cég esetében az elmúlt 5 évben olyan 130 millió forint volt évente. Uh-huh. Most ugye ezeket a részvényeket 5 évvel ezelőtt bocsájtotta ki a társaság. Akkoriban ugye kétséges volt a tőkehelyzet, és ezért tőkeemelésre, tőkeinjekcióra szorult a társaság, és akkor találták ki ezt a konstrukciót, kibocsájtottak kétféle sorozatú részvényt, egy forint alapút és egy eurós alapút, különböző kamatozással, azt hiszem, hogy a forint volt 9, az eurós pedig 7%-os kamatozású a megfelelő devizában. És ezeknek a részvényeknek volt, ez esetben volt egy konkrét lejárata, mégpedig 2017. szeptember 11, tehát ezt 5 évre bocsájtották ki, ami most meg is történt. Annyi csavar van a dologban, hogy a társaság volt egy joga, hogy ezeket a kamatozó részvényeket automatikusan majd a lejáratukkor törzsrészvényekre konvertálja át, ami most megtörtént. Összességében volt 1,9 millió darab kamatozó részvény, durván 1,1 volt a forint alapú, és 800 ezer darab volt a C-sorozatú, és ezeket cserélték most át törzsrészvényekre. Annyi van, hogy visszavásárolt a társaság az átalakítás előtt a piacról kamatozó részvényeket, úgyhogy azoknak a hatásával mérsékelni lehet, hogy kellett a valóságos kinyitó hatást. Mert ugye minden ilyen kamatozó részvény után nem csak egy darab, automatikusan egy darab törzsrészvény járt, de a konstrukcióból fakadóan még plusz törzsrészvények is, amelyek viszont növelték a részvényszámot. Most ezt a részvényszám növekedést tompította azzal a cég, hogy menet közben visszavásárolt kamatozó részvényeket. Aha, és ez a növekvő részvény szám, ez az úgynevezett higulás, ugye, hiszen az eredmény nem változik, viszont több felé kell osztani, tehát ebből ered az, hogy ezért nagyon szoktak izgulni a befektetők. Beszélhetünk valóban darabszámban mért higulásról is, de közgazdasági értelemben értékhigulást is lezajlott, aha, mert ugye 262 forint volt azt hiszem a tőzsdei ára, amikor a átalakításra sor került, és ezeket a részvényeket 40 forintért jegyezhették le. Uh-huh. A plusz részvényeket 40 forintért jegyezhették le a részvényesek. Tehát a kettő közötti értékkülönbség az, ami valóságosan értékhigulást okozott, és ezért kellett volna elméletileg leesni az árfolyamnak. Most ha ilyen nagyon messziről nézem, és nagyon lehetős, de valóban az történt, hogy a profit nem nőtt, viszont vagy 7 millió, több mint 7 millió darabban több részvény lett, ami több mint 10%-os higulás, vagy közel 10%-os higulás, tehát már csak emiatt az egyszerű szimplifikált matek miatt is le kellett volna esni a ráfolyamnak, ezzel szemben érdekes módon nem ez történt.
Uh-huh. Jó. Most, igen. Még annyit az elmondanék, hogy a dolog azért nem annyira egyszerű, mint amennyire hangzik, mert közben azért a társaságnak a saját tőkéje nőtt, mégpedig nem is kevéssel, majdnem egy olyan 30 forinttal. Ez annak köszönhető, hogy ami korábban, mármint az IFRS szerint is saját tőkéje, ez annak köszönhető, hogy ami korábban kötelezettségként szerepelt a mérlegbe, tehát ezek a kamatozó részvények, azok átkerültek a saját tőkére. Uh-huh. Úgyhogy összességében azt lehet mondani, hogy ugyan az egyrészvényre jutó eredmény az eset, de az egyrészvényre jutó könyvszint érték az nőtt. Fú, ez nagyon izgalmas, igen, na ezért is kértünk, hogy tisztázzuk. Oké, akkor mondhatjuk, hogy ezen a technikai történeten túl vagyunk, az árfolyam az kicsit billeget, de alapvetően, ahogy te is mondtad, nem került lejjebb. Mi a teendő, vagy mit érdemes, vagy mit lehet javasolni a tulajdonosoknak? Itt azért a cikk ilyen suranópályán nagyon szépen felértékelődött az év folyamán, ugye jól tudom, olyan 30% pluszban van, és most ettől eltekintve, vagy ezen túl fundamentálisan mit lehet mondani, hogy ez az ár, ez mit jelent, benne van-e a jövő, és itt most érdemes tartani, vagy esetleg már túl drága is, esetleg még olcsó is. Hogyan néz most ki az árazás szempontjából a cég, illetve annak papír? Igen, amikor legutóbb alkalmunk volt beszélgetni, akkor az árfolyam még 1200 forint körül. Azóta egyszer csak fölrobbant, ami nem feltétlenül amiatt következett be, hogy milyen szép teljesítményt mutatott a társaság az elmúlt időszakban, amint nyereségtermelés oldaláról, hanem nagyon sok más oka volt, most ebben nem kell belemenni. Igen. De az kétségkívül megfigyelhető, hogy átárazódott a részvény, és így, hogy ilyen valamilyen okból kifolyólag helyére került az árfolyam. Mert ugye mi nekünk az volt a véleményünk, hogy durván 280 forintot kéne érni az év végén, hát most a rigulás miatt most visszaesett 260-ra, de ez hiba határ, hogy most 270 körül van. Azt kell mondjam, hogy innentől pedig majd a tőkeköltséggel, mint most elméletileg nézném, kéne nőni az árfolyamnak az előre tekintve. Tehát ebben bőven benne van az, hogy innen még megy majd az évek folyamán felfelé, mivel hogy az eredményessége is tovább fog javulni reményeink szerint. Most a cég az tud majd egy olyan 1-3-1-4 milliárd közötti eredményt idén, minden egyszeri hatástól megtisztítva, de erről jövőre talán tud majd egy ötöt is, szépen lassan réteget majd fölfelé, úgyhogy van még tere az árfolyamemelkedésnek a következő években. Tehát most már nem egy sikító vétel a részvény, de... Ilyen tartásszagú, nem? Igen, pontosan. Hát megszűnt az a mély aluláradottsága, ami mondjuk még a nyár elején szerintünk jellemezte a részvényeket. Világos. Attila, nagy köszönet, hogy tisztáztuk ezeket a dolgokat, és beszélgettünk. Jó munkát, szép napot! Én örültem. Köszönöm szépen, bejött viszontlátásra. Vágó Attilával, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzőjével beszélgettünk a cigről, cig Pannoniáról. Használd ki a hazai piac adta lehetőségeket. Kereskedj itthoni blue chipekkel, vagy akár a kisebb kapitalizációjú cégek részvényeivel. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT, mert semmi sem jobb, mint a hazai.